Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, srácok, elhoztam nektek a Godfall-nak a történelmét és a történetét, hölgyeim és uraim. Lehető legpontosabban lefordítva, tehát a kredit nem az enyém, bárcsak, hanem My Name is Bife. Szóval ő felkereste, ugye a stúdió, aki csinálta a Godfall-t, és odaadták neki a lore történetet, és hát a srác egy fantasztikus történetmesélő, azt kell, hogy mondjam. Szóval aki eredeti angolban ezt szeretné meghallgatni, a lore történetet, annak My Name is Bife, Godfall Lore, beírjátok YouTube-ra, és akkor angolul is meghallgathatjátok azt, amit én itt valószínűleg egy hosszasabb videóban fogok nektek elmondani. Némileg az is lehet leszűkítve, mivel hogy ő nagyon-nagyon kiszínezi az egész történetet. Igyekszem én is, csak hát nem vagyok az a fajta mesélő, aki ő. Értékelőt a játékról még annyira nem, valószínűleg, még várok egy kicsit, hogy jobban letisztuljon, hogy mit is találok én ebben a játékban, de ne húzzuk tovább az időt, vágjunk bele abba, hogy miről szól, és honnan, hogyan ered, miből táplálkozik esetleg a Godfall története. Szóval a történetünk onnan indul, hogy az idők kezdetén egyetlen egy lény létezett az univerzumban, és annak az lénynek a neve egy sárkány volt, és a lénynek a neve Kozméra volt, tehát innen is kicsit hajazva, mint az univerzum kozmosz, Kozméra. Ez a sárkány egyedül volt, ugyanakkor a fejében már manifestálódott egy gondolat, hogy lehessenek saját, hogy is mondjam, gyerekei, hogy ne legyen egyedül, ne legyen magányos, tehát ő volt az első istenség, hogyha így tetszik. Ezért idővel a fejéből megszületett 12 entitás, hogy így mondjam, amit a játék Arkánnak hív, tehát Arkánok, tetszik így, úgy tetszik, az a lényeg, hogy ők az Arkán. 12-en voltak, jelképezve egy, hát mondhatni a mi világunkra mondva, emberi jellemet, mint bátorság, mint káosz, mint a szeretet, és a többi, és a többi. 12-en voltak, de entitások voltak csak, és nem volt nekik fizikai testük, és mondhatni, hogy ez igen, igen zavarta őket, ezért Kozmérát kérlelték folyamatosan, már-már őrületbe kergették a vágyukkal, hogy adjon nekik testet. Ugyanakkor Kozméra kezdte realizálni, hogy nincs már annyi ereje, energiája, hogy testet adjon a gyermekeinek, ha így tetszik, ennek a 12 árkámnak. Ezért ő feláldozta magát, és a testéből született meg a világ, amit ma a Godfall-ban ismerünk, és ezt a világot Aperionnak hívták. Kozméra testéből csak egy pár pikkely maradt, amit a 12 Arkán, vagy gyereke, mondjuk így, az első istenek ebben a világban magukhoz vették bizonyítékul, hogy ők honnan származnak. Aperion egy mágiával tele világ lett, és ez a mágia Kozmérának a testéből, ugye, testéből táplálkozott. Ez a mágia ugye átitatta a teljes bolygót, és néha-néha felszínre tölt az úgynevezett Ethereum anyag formájában, ami hát gyakorlatilag az armorok és fegyverek alapanyagához szolgálna ebben a világban. És a 12 Arkán, vagyis a 12 istenség, mondjuk így, végre manifestálódhatott Kozmérának az áldozata miatt. Természetesen itt nem ér véget a történet, ugyanis Kozméra sötét elméjének, nem is sötét elméjének, hanem elméjének sötét zugaiból feláldozása során újabb faj jelent meg ezen a világon, és ez a faj, mivel hogy ugye Kozmérának a sötét elme részeiből születtek meg, egy destruktív faj voltak, akik csak hódítani akartak, és elfogyasztani, és rombolni minket. Ezt a fajt Cravennek hívták, és az Arkánok viszont látták, hogy hát ez így nem lesz teljesen jó,
és ők, mint az első istenség megalkották a valériaiakat, vagyis az irányítható karaktereket, amiket kapunk a játékba. Ezek a valóriai hadseregek pedig őket felruházták mágikus armorral, ugye, ami Kozmér a mágiájából volt átitatva, és sajáton saját képére formálták ezeket a karaktereket, ezeket a hadseregeket, ezeket a lényeket, ha így tetszik. És a valériaiak célja az lett, hogy visszaverjék a Kraven-t ennek a világnak a sötét zugaiba, és amit a valériaiak meg is tettek, egy harcos nép voltak, megalkotva az első 12 istenség által, akik sikerrel visszaverték a Kraven-t, és elhozták a békét erre a világra, Aperonra, és megalkották az első városokat, és mondhatni úgy, hogy el is jött egy béke időszaka. Aperon világa nagyon dús és változatos lett, mindenféle lény uralkodott köztük, és sok legendabeli lény, amit manapság talán még ritkán látni is lehet, akár a játékban, és például ugye az isteni szörnyek. Mivel hogy a valériaiak egy harcos nép voltak, ezért például vadásztak ezekre a szörnyekre, és nagy dicsőségnek számított elejteni őket. Fontos egy kicsit ezt elmondjam, hogy érzékeljetek, hogy a spártaiasságot, amit ez a valériai faj képvisel, és úgy gondolom, hogy maga a Godfall története is sokat merít a görög mitológiából, hogy mondhatni úgy, hogy ne legyenek céltalanul, vagy ne legyenek egyedül ezen a bolygón a valériaiak, az árkánok, vagyis a 12 istenség létrehozott újabb fajokat, például a tetrárkét, az Obsidianst és a Vargalt, és hát, hogyha jól ejtem ki a nevüket, akkor a Niak Kindriad talán, ha jól ejtem ki a nevüket, mindegyik faj egy sajátos világot hozott létre Aperonon, és mindegyiknek egy saját elképzelése volt arról, hogy mi célja van neki ezen a földön. Például a tetrárki, azok igazából azért lettek alkotva, hogy a valériaknak, mivel hogy ők egy inkább ilyen spártai nép, harcos nép, azért lettek alkotva a tetrárki, hogy harcoljanak a valériaiak ellen. Ugyanakkor ők saját maguk ellen is harcoltak a hatalomért. Az istenek úgy állították be ezeket a fajokat, hogy mindegyik uralkodni akarjon egy másik felett, de egyik sem volt teljesen erős ahhoz, hogy a valériaiakat lenyomja. Az Obsidians például, ők kígyószerű lények voltak, és meghalni nem tudtak öregkortól, és körülbelül úgy is fejlődtek, mint a kígyók, tehát levedlettek, és egy újabb testet, és egy újabb testet öltek meg. Viszont mondjuk hittek a reinkarnációban, de viszont aki a halál útját választotta, hogy reinkarnálódjon, az már megint a semmiből kellett induljon, és menjen valahova. A Vargal az például egy klánnak, a közösségüknek szentelték az életüket, és egyféle hive mind-szerű kontrollban voltak, és a Niak Kindred, talán, ha jól ejtem a nevüket, ők egy aféle kultuszokban éltek. Tehát például a Vargas, ők a klánért éltek, a Niak, ők pedig külön kultuszokba fejlődtek, és nagyon változatosak lettek emiatt, és emiatt is harcoltak egymással sokat például, de egy nagyon spirituális nép volt, aki hitt abban, hogy ők lesznek a következők, akik átveszik a valériektől a hatalmat Aperionon. A probléma az itt kezdődött, hogy ezek a fajok úgy lettek megalkotva, harcolnak egymással és harcolnak a valériakkal. Gyakorlatilag azért lettek alkotva, hogy a valériaknak legyen ki ellen harcolni. Viszont egyesek a valériak között kezdett feltűnni nekik az isteneikben, a 12 árkában való ez a korrupció, amit megalkottak ebbe a világba. És így történt, hogy az oroszlán és a farkas összefogtak, és elhozták az első isten bukását, aki az első Godfall-t. A videó következő részében erről fogunk beszélni, hogy jutott el odáig az oroszlán és a farkas ereje, hogy az első istent térdre kényszerítsék. Szokták mondani azt, hogyha
két király vitatkozik, vagy mérges egymásra, akkor ők hadseregekkel vitatkoznak. És ez nem volt másképp a 12 Arkánnal sem, tehát a 12 istenséggel, hogyha közöttük vita szült, akkor a valériaiokat használták egymás ellen, vagy a fajokat, amelyik Aperionon voltak, használták egymás ellen, és amikor valériaiaknak kellett esni, ez nem igazán feküdt nekik. Így volt az, hogy a farkas és az oroszlán, ahelyett, hogy egymással harcolnának, egymással szövetkeztek. Az ellenállás első magvai elkezdtek elültetve lenni, és szépen lassan az oroszlán és a farkas hitték azt, hogy felszabadíthatják Aperiont, felszabadíthatják ez alól a korrupció alól, amit az istenék rászabadítottak a fajaikra, megállíthatják azt, hogy ők egymáson kelljen harcoljanak, és ezért eltervezték, hogy hogyan fogják az első istent megölni. A neve ennek a két legendás harcosnak az oroszláné Orin, a farkasé pedig Makros volt. De talán egyszerűbb, hogyha úgy fogalmazok, hogy oroszlán és farkas a jövőben, hogy ne legyen keveredés a nevükből, hogy ki kit fog megszeretni. Az oroszlán, mint ahogy az oroszlán természete is, olyan egy feltörekvő, erős, egyenes harcosnak lehet mondani, hogy egy kicsit jobban ismerjük a személyiségét. A farkas pedig szintén nagyon erős, de ugyanakkor kicsit rafináltabb, taktikusabb, mondhatni úgy, személyiség volt harc közben. És a kettőjük ereje és terve volt az, ami megváltoztatta Aperionnak a történetét. Mivel, hogy két istenség harcolt egymással ugyebár, és az egyik elküldte a farkast, hogy kihívja a másik istennek a legjobb harcosát, és akkor derült ki, hogy az a legjobb harcos ugye az oroszlán lenne, és ott volt ezen harc közben, amikor az oroszlán azt elmondta ezen szavakat farkasnak, hogy együtt a mi erőnkkel megölhetünk egy istent. És így tulajdonképpen így bontakozott ki a terv, és ők ketten együtt egy hadsereget formáltak maguk köré, emezen terv köré, hogy megdöntsék és megöljék az első istent. Hogy a terv működjön, Orin, vagyis az oroszlán, megölt minden olyan valériait, aki esetleg még az istenekhez volt hű, és elárulhatta volna a tervet az isteneknek. Úgyhogy ez később nagyon visszaütött neki, mondhatni így, és álmatlan éjszakákat okozott, hogy így fogalmazzak az oroszlánnak, de erről majd később, hogyha oda kerülünk. És ja, megindult az első háború, az első isten ellen, és hát közel sem volt védtelen az isten, mondhatni így, viszont a valériaiak többen voltak, egységesek voltak, jól szervezettek voltak, és így le tudták győzni az első istent, és visszaküldeni őt az úgymond entitás alakjába, ahol inkább csak egy gondolat volt, egy reprezentációja ezeknek a értékeknek, amit a Valéria képviseltek. Szóval a fizikai testük, mondhatni így, ezeknek az isteneknek megszűnt létezni. Hölgyeim és uraim, szépen sorra kezdtek el hullani az istenek. Egyik a másik után esett lábra az oroszlán és a farkas előtt, vagyis esett térdre az oroszlán és a farkas előtt, és végül mondhatni azt, hogy az oroszlán és a farkas elhozták a békét Aperionra, és ez a béke ez hatalmas fejlődés szült a bolygóra, gyakorlatilag a világra. Hatalmas építményeket hoztak létre, gazdagságot hoztak létre. Viszont egy problémával kecsegtetett. Hogy mi lesz ezután? Egy valériai nép, aki mondhatni, hogy egy katonai nép, és a céljuk az, hogy harcoljanak, hogyan lesz meg ezután a békében? Hogyan fogják élni az életüket, hiszen csak a harchoz értettek.
És itt jött képbe ugye a farkasnak a terve. Mint ahogy mondtam, ő sokkal rafináltabb volt. Ő már elő volt készülve, hogy hogyan lesz a Valériakkal tovább. A háború után Orin és Makrosz és Farkas és Oroszlán megtiltotta a Valériaknak, hogy bármiféle módon igazából megtámadják a többi népet, és igyekeztek egy békét tartani, de ez nem mindenkire volt igaz, ugyanis az egyik, mondhatni úgy, hogy vezetőjük a hadseregben, a háború után rátámadt a többi fajokra, féle rédeket vezetett a többi fajra, hogy így mondjam, és mikor Orin és Makrosz elfogták ezt a nők, a kivégzés előtt Makrosz megkérdezte ezt a vezetőt, hogy miért ütött rajta a többi fajokon. És ez a vezető, vagyis inkább mondhatni azt, hogy Makrosz nagyon jól tudta, hogy mit csinál, mikor feltette ezt a kérdést, mert ez a vezető azon az állásponton volt, hogy ez a többi faj nem érdemli meg, és nem illeti meg őket ez a földterület, amiket kaptak az istenektől, és hogy ők kellene legyenek a Valériak az irányítói ezeknek a területeknek. És itt volt az a pillanat, ahol a Valériaknak a gondolkodása Makrosznak az örömére, vagyis hát a terveire mondhatni így inkább, megváltozott. És elindult a háború a többi faj felé, hogy meghódítsák a területeiket, viszont az oroszlánnak ez már annyira nem jött be. Nem ez volt a terv, hogy őszinte legyek, bár még szövetségben voltak, barátok voltak, és a háborúk után elképesztő fejlődésnek indult meg a valériai faj, a valériai a városok hatalmas konstrukciókat hoztak létre emezen az oroszlán és farkas uralkodása alatt. És ezen közül talán a legfontosabb konstrukciók közül, mert ahol a játék is játszódik egy bizonyos szempontból, azok a monolitok. És ezek közül egyik legnagyobb, ahol a játék is van, az a Skybreaker monolit. Na most, amit tudnotok kell ezekről a monolitokról, ugye, hogy heten voltak, és mindegyiken belül létezett egy úgynevezett szanktum. Na most ez a szanktumot úgy képzeljétek el, mint egy mesterséges intelligenciát, önálló akarata van, tudata van, beszél, mivel hogy ugyebár a bolygónak a mágiájából táplálkoztak ezek a monolitok. Na most, mivel ezek a monolitok önálló városként működtek, egy aféle dimenzióként, mivel úgy szét voltak választva benne a föld, víz, levegő, mint elemek, és ezeken az elemeken lehetett élni ezeknek a valériaknak, tehát megoldották, hogy különböző aféle ilyen emeletes struktúráként képzeljétek el a monolitot, és aki ugye játszik a játékkal, az látja is, mert hogy egyelőre elindulsz a föld szintén, majd följebb mész ugye a víz szintjére, és majd legföljebb a levegő szintjére, ahol végül megküzdünk Makrosszal. Ezzel ugye nem lőttem le semmiféle poént. És ezeknek a monolitokon belül létezett ez a mesterséges intelligencia, és a valériai városoktól függetlenül működtek. Viszont Makrosz politikájának köszönhetően ezek a, hát hogy is mondjam, monolitoknak megszűnt a szabadsága és függetlensége, és rákényszerítette őket Makrosz, vagyis hát ugye a politika, hogy a valériai városok ...nak a szolgálatába álljon. Na most a 7 monolit közül 6 ezt meg is tette, viszont a 7. némi ellenállást mutatott, és végül kizárták ezt a monolitot a valériai kormányzás alól. Ugyanakkor ennek a 7. a Skybreaker monolitnak Orisz, vagyis az oroszlán védelme alatt állt, és ebben a 7. Skybreaker monolitban volt, hogy úgy mondjam, a történelem, a valériai történelem, a Godfallról, az igazság. Mert hát ugye Makrosz próbálta elfelettetni a néppel, mondhatni az igazságot, hogy hogyan is lettek ők, azok, akik lettek vérrontás árán, ugyanolyan vérrontás árán, mint ahogy az istenek, az elődeik, az apjuk, akik megteremtették őket, harcoltak egymással, és ez ebben a Skybreaker monolitban lelehető fel ez a történelem, és ezért is védi ennyire ugye az oroszlán, mondhatni így, ezt a monolitot. És a játék maga valahonnan innen indítja a történetet. Az intrót, hogyha megnézitek, a gameplay trailert, ha így tetszik, a játéknak, akkor láthatjátok, hogy
a harc az oroszlán és a farkas között és a hadseregek között a vége fele van, és a farkas nagyon is nyerésre áll azon tervében, hogy ő istenné emelkedjen, mert hitt abban, ugye, hogy ő jobbá tudja tenni ezt a világot, és az oroszlán ezt látta, hogy nem lesz túl jó ötlet, hogyha farkas koma istenné emelkedik. És ugye háborút, ahogy háborúztak a gameplay trailerben ott van, ahogy megküzdenének egymással, tehát fölmegy egy ilyen monolitba az oroszlán, és végül ott küzd meg a farkassal. És a farkasnak ahhoz, hogy istenné emelkedjen, rengeteg eterum energiát kell magába szívnia. Na most ahhoz, hogy ezt az energiát magába szívja, aféle csatlósokon keresztül kell, hát azok a csatlósokon keresztül kell magába szívnia az energiát, ne kérdezzétek, egy játék, az a lényeg, hogy a csatlósokon keresztül az Ethereum energiát be tudja magába szívni, vagyis más valériaiakon keresztül, és valamiért ezeknek a monolitoknak ehhez szüksége van, Makrosznak ezekre a monolitokra ahhoz, hogy magába szívja ezt az energiát, szüksége van más valériaiakra, és ezért Makrosznak vannak, vagy is mondjam, a féle kapitányai, akit erre szeretne felhasználni, és Orisként ez a feladatunk, hogy ezt megállítsuk, és megakadályozzuk, hogy Makroszból istenség legyen, és mindebben a segítségünkre nekünk a Skybreaker monolit van, és a benne lelhető, ha így tetszik, mesterséges intelligencia, vagy mágikus lény, és többi. És mielőtt ugye beleindulnánk a játékba, Oris az utolsó pillanatban állítja meg Makrosz, hogy ne legyen Isten, de ugyanakkor Makrosz legyőzi Oriszt, és ugye ledobja a mélybe, hogyha nézitek a gameplay trailert, ledobja a mélybe, és ezt Orisz túléli, Makrosznak viszont, hogy is mondjam, megakadályozta a tervét azt, hogy istenné váljon ott rögtön helyben, de ugyanakkor már gyűjti vissza az erejét, hogy istenleség lehessen, és akkor mi meg kell akadályozzuk ezt. És hogy tudjuk ezt megtenni, hogy gyűjtögetjük a gíreket, és feloldjuk a többi istennek az armorját, és mindig isten más képességgel, tulajdonsággal rendelkezik, ahogy észrevettem. Nem rossz. A lore történet, háttér történet nekem nagyon tetszik. Látszik, hogy nagyon merít a görög mitológiából és történetből, ahogy kiindul ez az egész. Szóval nem vészes, de tudva, amit tudok most már a lore-ról ennek a játéknak, sokkal élvezetesebbé válik, mert hogyha nem tudnám, akkor csak egy gombnyomolda lenne, és az nem lenne ennyire élvezetes. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, lehet, hogy később droppolok egy értékelőt erről a játékról, csak még nem nagyon tudom, hogy hova helyezzek, szeretnék kicsit több időt eltölteni benne, hogy jobban kiélvezzem. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!